Istennek az az igéje, ami által szólni kíván hozzánk, meg van írva az Efézusi Levél 6. részének 14. versében eképpen. Tehát álljatok elő, övezzétek körül derekatokat igaz lelkűséggel, öltsétek fel az igazság páncélját. Eddig a felolvasott. Péntek este kezdtünk el foglalkozni ezzel az ige szakasszal, és arról szólt hozzánk az ige üzenete, hogy Isten szeretne bennünket átöltöztetni. Azért, mert számunkra teljesen megszokott az, hogy azokba a rongyos dolgokba járunk nagyon sokszor, amit mi magunkkal hozunk. És ameddig nem történik meg ezeknek a vétkes dolgoknak, szokásoknak a levetkezése, addig tulajdonképpen mi védtelenek vagyunk a gonosz ravasságával szemben. Azokat a dolgokat fogja használni ellenünk a gonosz, amiket mi hordozunk magunkban. Amiket mi megszoktunk, mert így szólunk, így szoktuk csinálni, ez az életünk része, és nem akarunk vele szakítani. És nagyon sokszor azért takarózunk a gyarlóság takarójával, mert tulajdonképpen lelkileg meztelenek vagyunk. A bűn lemeszteleníti az embert. És testvérek, elhangzott az, hogy nem helyén való az, nem becsületes dolog az, amikor én azt mondom, hogy én istenfélő ember vagyok, de én már 10 éve gyarló vagyok, meg 20 éve gyarló vagyok. A becsületes az lenne, ha azt mondanánk, hogy Uram, én azért takarózom a gyarlósággal, mert nem voltam hajlandó felöltözni azt a lelki fegyverzetet, amit te készítettél nekem. Amikor te azt mondtad, hogy öltözzek fel, én azt mondtam, hogy nem, Uram. Nekem jó gyarlónak lenni, mert így mindig tudom sajnáltatni magamat, meg mások is sajnálnak, és elhangzott az, hogy azoknak a társaságát fogom keresni, akik ugyanígy élnek. Akik mindig gyarlók, akik mindig nyomorultak, és mindig vesztes csatáik vannak a gonosszal szemben. És azzal fejeztük be, hogy ennek véget lehet vetni. Isten arra hív bennünket, hogy mi ne ilyen gyarló, kóborló gyermekei legyünk, hanem olyanok, akik felöltözik ezt a lelki fegyverzetet. Ahhoz viszont meg kell hozni egy döntést. Nem akarok a vétkes rongyokban járni. Testvérek, nem jöttünk ma a templomba senki úgy, hogy rongyokba jöttünk. Miért? Szégyelnénk magunkat, nem? Hát van rendes ruhánk, hála Istennek, nem is egytán. És miért veszük fel a szebb, jobb ruhánkat ilyenkor? Mert ebben nem szégyeljük magunkat. Hát Isten így akar látni minket. Azt üzeni Isten ma, drága gyermekem, öltöz fel. Hát van mibe. Van mibe. Sokszor elhiteti velünk a gonosz, hogy te nem vagy arra méltó, neked ez nem jár, te nem öltözhetsz fel ebbe a lelki öltözetbe, amit az Isten eléd ad, vagy rád szabott, neked készített. Jó, neked a rongyokban, más is úgy jár. Hát Isten nem olyannak akar látni, mint más, hanem olyannak, mint az ő gyermeke. Királyi gyermek nem járhat rongyokba. Öltözz át, testvér. Öltözz át. És ne takarózz a gyarlósággal, hanem legyél az Isten harcosa, aki nem egymással harcol, hanem a gonosz minden ravasságával. Elhangzott, hogy a gonosz nagyon sokszor ravaszul, nem akar távol tartani az Istentől. Néha meggyőz, hogy te imádkozz valakiért inkább. Imádkozz reggeltől estig, csak ne bocsáss meg neki. Imádkozz érte, hogy térjen meg, de te ne kérd tőle bocsánatot, hogy tönkretetted, vagy megaláztad, vagy kárt okoztál neki. Ez a gonosz ravassága.
hogy elhiteti rólad, hogy te jó ember vagy, neked nem úgy kell élned meg járnod, ahogy az Isten mondja, hanem úgy, ahogy neked jó. És a végén kiderül, hogy nem volt jó. És csak ezután jöhet a felöltözés, amit hogyha megteszek, akkor azt mondja az ige, hogy ellene állhatok a gonosz minden ravasságának. Minden ravasságának. Nem csak egynek vagy kettőnek, hanem minden ravasságával szemben ellenállóvá leszek. Ez a szó, hogy ellene állni, azt is jelenti, hogy alkalmasnak lenni a harcra. Hogy megvan az a készség, az az alkalmasság, amit egyébként az Isten munkál ki bennünk. Ez is egy döntés. Amikor igent mondok arra, hogy igen, Uram, beállok a gonosszal szembeni harcba. És elhangzott, hogy ennek a harci öltözetnek a nagy része a védelmünket szolgálja, és nem azt, hogy harcoljunk vele. Általában mi ezt fordítva szoktuk csinálni. Mi igyekszünk védeni magunkat minden olyan eszközzel, ami a kezünkbe akad. És közben meg rongyosak vagyunk. Ezért szoktunk vádaskodni, ezért szoktunk rossz dolgokat mondani valakiről, elterelni a figyelmet valakire. Ezért szoktunk örülni, ha meghallunk valakiről valami pletykát, jaj, akkor már nem rólam van szó, hanem valaki másról. És próbálunk ezekkel harcolni. Besározunk valakit, rágalmazunk. Hát ezek ilyen kezünkbe akadt botok, amivel meg kavicsok, megpróbálunk harcolni a gonosz ellen. De ezekkel a dolgokkal csak egymást bántjuk. Testvérek, ettől a gonosz nem ijed meg. Attól, hogy mi tudunk egy-két cifra dolgot valakiről, vagy megrágalmazunk valakit, ettől a gonosz nem fog megijedni. Sőt, örül, mert ilyenkor ő használ bennünket. Isten nem így akar látni. Hadd mondja el az Úr nekünk, hogy mibe öltözzünk fel. Az első dolog, amit felolvastam a 14. versből, az így hangzik, tehát álljatok elő. Ez azt jelenti, hogy fejezd be a bujkálást. Nagyon sokszor még a keresztény ember élete is arról szól, hogy vannak rejtegetni való dolgaim, sok helyen nem jelenek meg, sok közösségben nem megyek el, hanem rejtőzködő életet élek. Nagyon sokan Isten nélkül még nehezebbé teszik az életüket, ki se jönnek az otthonukból, nem mennek emberek közé azért, mert megszokták a rejtőzködő életet. Azt üzeni az Isten, állj elő! Gyere elő! Neked attól nem lesz jobb, hogy ülsz otthon, és meg lesz a véleményed mindenkiről. Ez rajtad nem segít. Attól, hogy haragudni fogsz ülve a szobádba mindenkire, a világra, az Istenre, a rendszerre, hát ő neked nem lesz jobb. Azt is jelenti ez a szó, hogy sorakozz fel. Állj be a sorba, azok sorába, akik hajlandóak a gonosszal szemben harcolni. Gyere elő! A rejtegetett, titkolt, bezárkózott életedből. Hajlandóak vagyunk erre. Mert az, amit ezután szeretnék mondani, annak semmi értelme, hogyha erre nem vagyunk hajlandók. Isten gyermeke nem rejtőzködő életet él. Nem bujkál, nem távolságot tart minden embertől, hanem előáll. Ez egy bátor döntés. Merek előjönni. És vállalom mindazt, ami ezzel együtt jár. Azt mondja az ige, álljatok elő, és övezzétek fel derekaitokat igaz lehetőséggel. Isten harcát harcolva, az csak igaz lelkülettel lehet.
Ez egy lelki tisztaság. Lelkileg rendben vagyok. Rendezett lelki életem van. Nem félve, nem keseregve, nem hazudozva, hanem igaz, helyes lelkülettel. Fogalmazhatnánk így is, hogy tiszta lelki ismerettel. Amikor nem tiszta a lelki ismeretünk, azt mindig ellenünk fordítja a gonosz. Azon mindig vádol, azon mindig megszégyenít. Annak a következménye az, hogy mindentől félni fogunk, legfőképpen attól, hogy kiderül, hogy miért nem tiszta a lelki ismeretem. Nem a magam igazát keresem ilyenkor, hanem arról van szó, hogy úgy élek és úgy járok, hogy lelkileg rendezett az életem. A gonosszal szemben így lehet győzni. Nincs mivel vádoljon. Nem úgy, hogy magamat kikiáltom rendes embernek, meg igaz embernek, hanem úgy, hogy rendben vannak lelkileg az én dolgaim. Sokan megpróbálták már azt, hogy hazug, hamis lelkülettel szembeszálltak a gonosszal, és megszégyenültek. Testvérek, azt mondja az ige, hogy a gonosz ravasz. Ravasz. De ő ismer minket. És legfőképpen azokat a dolgokat tartja számon rólunk, amiben mi sebezhetőek, bánthatóak, megalázhatóak, megfélemlíthetőek vagyunk. Ha megfigyeljük, azt mondja az ige, hogy először is a lelked legyen rendben, belül. Ez az öltözködés belülről kezdődik el és megy kifelé. De belül legyenek rendben a dolgait. Mindegy, hogy mit veszel magadra, ha félsz. Mindegy, milyen eszköz van a kezedben, milyen eszközzel harcolsz, ha te félsz. Ha te dolgaid nincsenek rendezve, akkor csak egy reszkető katonája leszel az Úrnak. Kell, hogy hűséges legyek Isten igazságához, de az is kell, hogy ez megvédjen engem. Alkalmazkodni az Isten igéjéhez, igazodni az Isten igéjéhez. És ehhez az kell, hogy magamra vegyem. Ehhez kell egy nagyon egyszerű dolgot megértenünk. Amit az Isten mond és tesz, értem, azt mind azért teszi, hogy én lelkileg rendben legyek. Testvérek, a legjobb fegyverrel bíró katona is elfuthat félelmében. De ha nekem rendben van a lelki világom, ha én hitbelileg, lelkileg rendben vagyok, akkor van értelme annak, hogy Isten fegyvert adjon a kezembe. Akkor merek majd szembeszállni a gonosszal, meg merek odaállni az emberek elé. Nem fogok szégyenemben elbújdosni, meg félelmemben elrejtőzni. Ez nem önigazultság, hanem engedem, hogy Isten igéje naponta helyreigazítson. Azért veszem kezembe az igét. Ezért imádkozom, hogy Uram, lelkileg legyek rendben. Nem padlón, hát padlón nem lehet harcolni. És nagyon sokszor úgy lát bennünket az Isten, hogy padlót fogtunk, és ott vagyunk hetekig, napokig. Isten szeretne felemelni. Ez egy lelki tartást jelent. Ez egy gerincességet jelent. Hogy kimerek állni magamért, meg az Úr ügyéért, és nem ijedek meg. Sokszor azért rejtőzködünk, mert félünk, hogy valaki megijeszt. Félünk, hogy valaki még nagyobb félelmet fog okozni nekünk. Nem szeretünk félni. Tudhatok én Isten igazságáról, de kell hozzá az is, hogy én ezzel körülövezzem magamat. Ha én nem övezem körül az Isten igazságával magamat,
igaz lelkűséggel állandóan el fogok botlani a vétkes rongyaimban. Azokban a bűnökben, vétkekben, amit nem engedtem, hogy Isten elvegyen tőlem. Testvérek, ott szokott becsapni bennünket a gonosz, hogy meg elhiteti velünk, hogy te jó ember vagy. Csak ne menj el úrvacsorázni. Te ne kérj bocsánatot az Istentől. És tudjuk, hogy mi ennek a következménye? Az a bűnnel terhelt állapot megmarad. Ezek a rongyok. És holnap is ebbe leszek, holnap után is ebbe leszek. Szégyelni fogom magam, se előállni nem merek majd. Az igaz lelkűség meg távol lesz tőle. És lesz egy hamis lelkület, amiben mindig be kell beszélnem magamnak azt, hogy te jó ember vagy. Tudjátok mi ez? Önámítás. Ennek van egy másik része, amit meg Isten tud velünk cselekedni, az az a békesség, amikor úgy fekszem le, hogy Uram, köszönöm, hogy rendben vannak a dolgaim. Köszönöm, hogy békesség van a lelkemben. Hogy ma nem mocskos vétkekben jártam, nem a hazugság rongyaiban, hanem békesség van a lelkemben. És ez nem egy álbékesség. Ez nem egy magamra erőltetett állapot. Hanem ez az, amiről annyit szoktunk hallani, hogy az Isten békessége. Őrzi a szíved meg a gondolatodat. Rendben tartja, vigyázz rá. Ha vannak olyan értéktárgyaink, amit talán örököltünk, vagy kaptunk, és nagyon becses, időnként úgy rendben tartjuk, megtakarítgatjuk, visszateszik a helyére, azt nem adjuk oda a gyerekeknek játszani. Őrizzük. Hát így csinál Isten a lelkünkkel. És akkor tudja megőrizni igazán, rendben tartani, ha én ezt mindig odaadom neki, hogy megtakarítsa, rendbe szedje, és a helyére tegye. Rendben van a lelkünk. Jó lelki ismerettel éljük a napjainkat. Testvérek, nagyon sokszor arra a nyomor állapotra kárhoztatjuk magunkat, hogy rejtőzködünk, mert nem tiszta a lelki ismeretünk. Nagyon nyomorult élet az, amiben minden napot úgy kell megélni, hogy ja Istenem, ki ne derüljön a dolgok róla. Ki ne derüljön, hogy ki vagyok, mit csináltam, mit mondtam, kinek mit mondtam. Az igazságnak van egy nagyon jó tulajdonsága. Hogy nem kell emlékezni rá tegnap, mit mondtam. De aki hazudik, annak emlékezni kell. Hogy nehogy ma mások mondjak. És az igaz lelkűségnek is van egy ilyen tulajdonsága, nem kell mindig nézni hátrafele, hogy vajon ki fog érte elítélni. Mehetek bátran előre. Előállhatok, meg ott is maradhatok. Mondjatok, amit akartok, mert békesség van a lelkemben. Igaz lelkülettel vagyunk itt. Testvérek, amikor napokig, hetekig, hónapokig marad a lelki ismeret furdalás, meg amikor hordozzuk a hamisságot, tulajdonképpen mi nemet mondunk arra, amit az Isten adni akar. Isten nem fog odaállni mellénk ilyenkor. Ez az ördögnek egy újabb ravassága. Imádkozz, rengeteget imádkozz magadért. Egy idő után már csak magunkért fogunk imádkozni. De ne engedd meg az Istennek, hogy helyreigazítsa a lelked állapotát. Imádkozz. Bele fogunk gebedni az imádságba. És nem fog változni semmi. Ugyanolyan megkeseredett, megszomorodott, félős emberek maradunk,
És azzal fogjuk vigasztalni magunkat, hogy én annyit imádkozok, mint senki más. És mire jó? És mit élsz vele, testvér? Nem kell annyit imádkozni, mint senki más. Kérd meg az Urat, hogy Uram, rakj rendet a lelkemben. Erről beszél Pál, az igaz lelkűségről. Övezd fel magadat, különben csak botorkálni fogsz a rongyaidban. Ez a haladáshoz kell. Az ókorban az emberek mindig hordtak magukkal egy ilyen rongyövet. Az is szövetből volt készítve. Mikor útnak indultak, mindig felemelték a hosszú ruhájukat, és körbe kötötték magukat. Különben mindig elbotlottak a ruhájukba. Ha te szeretnél haladni az Isten útján, az Isten országa felé, azon a keskeny úton, ahhoz rendbe kell, hogy legyen a lelked. A második harci öltözet az igazság mellett, az igaz lelkiség mellett, ez az igazság mellvasa, az igazság páncélja. Még mindig az igazságnál tartunk. Istennek ez nagyon fontos, hogy az ő gyermekeinek rendben legyenek a dolgai. Az első tehát az igaz lelkiség, egy belső lelki állapot, a második pedig az igazság mellvasa, ez egy külsőleg magamra vett dolog. Van ennek egy ilyen jelentése is, hogy az igazság páncélinge. Abban a korban csináltak ilyen apró láncszemekből egy páncélinget, ami védett a karcsapásoktól meg a nyíltól. És ez egy nagyon nehéz viselet volt. Annyira nehéz, hogy sokszor egy-egy katona egyedül fel se tudta ezt venni, mindig kellett neki segítség. Ez egy súlyos dolog. Igazságban járni, annak terhe van. De ezt azért vette magára a katona, hogy óvja magát. Mehetett enélkül is a csatába, csak ki volt téve egy csomó olyan vágásnak meg ütésnek, ami megsebezhette őt. Ehhez kellett az, hogy egy másik ember segítsen neki, hogy ő ezt tudja hordani, vagy magára tudja venni. Ezt a páncélinget nagyon nehéz volt hordani, de nagyon sok mindentől megóvta a viselőjét. Miről van itt szó az igében? A magamra vett igazságokból. Amiket Isten nekem mond, én magamra veszem. Amikor hallom az igét, akkor nem azon agyalok és azon gondolkozok, hogy na, vajon ez kinek szólhat? Kit lehet vele elítélni? Itt is megjelenik az ördög ravassága. Elolvassa az ember mondjuk a 10 parancsolatot. És benne van, hogy ne őj, ne lop, ne paráznák, hogy ne tégy hamis tanúbizonyságot. És ott szokott az ördög megjelenni, hogy amikor ezt hallom vagy olvasom, elkezdek azon gondolkozni, na ki ült? Kit ismerek, aki lop? Kiről tudom, hogy paráználkodik? Kiről tudom, hogy hazudozik? És mindig találok rá egy-egy embert, és megnyugszom, de jó, hogy nem én vagyok. De testvér, hát azt neked mondja az ige. Nem azt mondja, hogy keres már olyat, aki ölt meg lopott. Te ne csináld! Te ne csináld! Neked mond igazat az Isten, hogyha ölsz, meg lopsz, meg paráználkodsz, el fogsz kárhozni. Te ne csináld ezt. És én ezt magamra veszem. Igen, Uram, ezt nekem mondtad. Egy szóval, úgy szoktuk ezt ma mondani, hogy becsületes élet. Becsületesen élem meg a napjaimat. Becsülendő az, ahogyan élek. Nem elítélendő, nem utálatos, hanem becsülendő. Mi ez a gyakorlatban? Egy olyan becsületes egyenesség, amiben én bárhol, bármikor oda tudok állni bárki elé, és fedhetetlen vagyok. Én abban a dologban, amivel esetleg megvádolnak, vagy megrágalmaznak, fedhetetlen vagyok.
az igazság páncélja. Mondjatok ellenem bármit, lepereg, mint ahogy lepattan a páncélról a nyíl. Nem hat rám. Nem ér el engem. Nem szúr szíven. Egy-egy rágalom, egy-egy becsmérlés, egy-egy rossz indulatú pletyka, lepereg. Mert nincs közöm hozzá. Védve van az életem, a szívem azáltal, hogy rendben vannak a dolgaim. Ez egy gyakorlati igazságban való járás. Nem arról van szó itt az igében, hogy nagy igazságokat tudok mondani másnak, hogy kéne, mint kéne, ezt nagyon tudjuk. Észrevettük testvérek, hogy attól, hogy mindig meg tudjuk mondani kinek, hogy kellene élnie, más nem él úgy. Nem is érdekli, mit mondunk. Magamra veszem. Én gyakorlom. Nem én üzengetek, nem én papolok másnak, hogy kell, hanem én is azt teszem. Ez az igazság páncélja, melvasa. Ez nehéz. Mint ahogy a páncél is nehéz. Annak idején az ókorban, meg később a középkorban voltak olyan páncélok, amik 100-120 kilósak voltak. Ebbe kellett járkálni. Hát de védte a katonát. És inkább küszködött vele, és nehezen haladt, de tudta, hogy védve van a teste. Olyan sokszor azért nem merünk igazat mondani, mert félünk, hogy nekünk is igazat mondanak. Itt van az ördög másik gonoszsága. Ne mondd meg az igazat senkinek, mert szembe találod magad egy olyannal, aki neked is megmondja. Hát akkor nem mondom én se. Ugye milyen ravasz az ördög? És hallgatom nagyokat. Nem azért, mert nem tudnánk igei igazságokat mondani, hogy mit tanít az Isten, azért, mert félünk, hogy valaki nekünk is megmondja. A szavak nem jelentenek védelmet a vádakkal szemben, de a tiszta élet igen. A becsületes élet az igen. A fedhetetlen élet az, ami megóv. Amikor visszakiabálok valakinek, meg a hosszú nyelvemmel válaszolok, és mondok rá egy-két átokszót, hát attól a gonosz nem ijed meg, testvére. Nem fog futni. Akkor csak egymással harcolgatunk. Egymással veszekszünk, meg dobálózunk, de ettől a gonosz nem fog elmenekülni. Ez az állapot, ez, amiről az iga beszél, mikor az igazság tekintetében nem vagyok sebezhető. És ez nem egy elérhetetlen dolog. Isten ezt szánta az övéinek. A fedhetetlen élet az, ami meg fog óvni bennünket. Ameddig fedhető vagyok dolgokban, addig tudnom kell, hogy Isten emellé nem fog odaállni. Isten nem pártolja meg a hazugságot. Hogyha nekünk fontos az, hogy Isten megóvjon bennünket, és azért gondolom szoktunk imádkozni is, akkor ezt úgy tegyük, testvérek, hogy kész vagyok, Uram, minden hazug dologról lemondani. Mindenről, ami nem becsületes, ami nem tisztességes, ami nem te szerinted való, ami nem áll meg az ige mérlegén, le akarok mondani azért, hogy megóvj engem. De addig ne kérjem Isten oltalmát, ameddig én erről nem vagyok hajlandó lemondani. Hadd kérdezzek egy egyszerű dolgot, és ne válaszoljunk gyorsan rá. Hogy állunk a hazudozással? Elsősorban önmagunknak. Lehet, hogy másoknak nem szoktunk, de magunknak sokszor. Az egyik ilyen kedvelt hazugság, ez is az ördög ravassága. Jó van az úgy. A másik ilyen, ezt szeretjük hallani, nem baj az. Van egy harmadik, na és akkor mi van? Észrevettük, testvérek, hogy egyikre se akarjuk tudni a választ.
hogy a jó van az úgy, arra az a válasz, hogy de nincs. Na és akkor mi van? Arra meg az lesz a válasz, hogy baj van. A nem baj az, azt meg azért szoktuk mondogatni, mert nem akarjuk beismerni, hogy valójában pont ez a baj. Pont ez a baj. És ilyenkor, amikor mi ezeket a kedvelt dolgokat szeretjük hallani, akkor hazudunk magunknak. És nem vállaljuk a valóságot. És ezért félünk az ige igazságától. Testvérek, értsünk már meg egy egyszerű dolgot. Emberek nem azért kerülik az Isten házát sokszor, mert annyi dolguk van, hogy belepusztulnak. Nem azért kerülik, mert éppen akkor nem érzik jól magukat. Meg nem azért kerülik, mert még nem érettek meg rá, hanem azért, mert nagyon jól tudják, hogy nekik az Isten igazat fog mondani. És nem tudnak vele mit kezdeni, és fájni fog. És azért élnek a hazug életükben, azért hazudnak maguknak, hogy minden rendben van, mert szeretnék, ha az Isten is megpártolná őket, és nem mondana nekik se igazat. Én sem mondok igazat, de nekem sem mondjanak igazat. Hogy állunk a hazudozással? A társunknak, a gyermekeinknek, a beteg hozzátartozónknak. Nálunk szokás, hogy nem mondjuk meg neki az igazat. Úgyis meghal. Ez nem hazugság. Amikor hazudunk a valóságról, hogy készülni kell az Úr elé, de nem mondom meg neked, egyszer csak ott találod magad. Vállaljuk a valóságot. Sokan nem. Az igazság páncélja az olyasmi, amit nem bírok egyedül. Sokszor kell, hogy segítsenek benne, de ezt el kell fogadni, ezt a segítséget. És ez arról szól, hogy az istenfélő emberek szeretettel megfeddik egymást. Szeretettel útba igazítják egymást a becsületesség útján. És én szeretettel el is fogadom. Ha a lelki ismeretünk tiszta, és becsülettel élünk, akkor lehet harcolni a gonosszal szemben. A Jób könyvét, amikor olvassuk, azt mondja az Úr a sátánnak, észrevetted-e a szolgámat Jóbot? Nincs hozzá fogható a földön fedhetetlen és becsületes ember. Féli az Istent, és kerüli a gonoszt. Nem arról szólt a Jób élete, hogy be volt kenve sárral, és nem látszottak a valós dolgok. Amikor hazudunk, akkor semmi másról nem szól az életünk, hogy kenjük be sárral. Takarjuk be. Hát az első eső lemossa. Az ki fog látszani az igazság. Hanem a Jób élete arról szólt, hogy becsületes, igaz ember volt, aki kerülte a rosszat és félte az Istent. Hát miért lenne ez ma lehetetlen? Miért ne adná meg Isten az övéinek ugyanezt? Az, amiben Jób élt, azt ő választotta. Amikor valaki hazugságban él, azt is ő választja. És olyan jó lenne ma délelőtt, ha kérdés lenne számunkra, hogy melyek azok a hazugságok, amiket itt kellene hagyni. Akár az önmagamnak való, vagy másoknak való. Nem lenne jó előjönni, előállni, és nem rejtőzködni tovább. És engedni az Istennek, hogy rendbe tegye a lelki állapotunkat, és megtanítson arra a becsületes életre, amiről nem papolni fogunk egymásnak, hanem úgy fogunk élni. És leperegnek majd rólunk a hamis rágalmak, amiket a gonosz szór ellenünk. Ez egy valós dolog, amire Isten hív ma. Ha Isten éltet bennünket, délután tovább folytatjuk az öltözködést, szeretettel várunk mindenkit. Imádkozzunk!
Istenünk, köszönjük, hogy a te gyermekeidet nem rongyokban akarod látni. Bocsáss meg, hogy sokszor mégis a hazugság, a hamisság rongyaiban kóboroltunk, és nem tudtunk benne haladni, mert mindig megbotlottunk. Bocsáss meg, amikor ezzel botlasztott el a gonosz. Bocsáss meg, amikor annyi éven át láttál bennünket a gyarlóságba takarózva. Megbeszéltük magunkkal, hogy nem lesz ez már jobb úgyse, de te így is szeretsz minket. Köszönjük, Urunk, hogy szeretsz, de azt akarod, hogy jobb legyen. Szeretsz és azt akarod, hogy körülövezzük magunkat igaz lelkűséggel, és előálljunk végre. Bocsáss meg a bujkálásért. Bocsáss meg, amikor sunyi módon azt hittük, hogy te se tudsz semmiről, ha mi nem szólunk semmiről. Urunk, könyörülj meg rajtunk. Hadd legyen rendben a mi lelki állapotunk. Hadd legyünk olyan gyermekeiddé, akik igaz lelkűségben és az igazság páncéljában járnak. Hogy nekünk ne mentegetőzni, magyarázkodni kelljen, ne kiabálni egymással, ne átkokat szórni egymásra, hanem csak engedni, hogy leperegjen rólunk minden vád és rágalom, amivel az ördög megvádol. Urunk, hadd kérjünk téged arra, hogy tisztítsd meg a mi életünket. Segíts nekünk felöltözni, és olyan életet élni, becsületességben és igazságban, amiben nem tud velünk mit kezdeni a gonosz. Segíts nekünk ebben, kérünk. Légy irgalmas hozzánk. És hallgass meg a mi kéréseinket, azokat is, amelyeket most itt csendben mondunk el előtted. Legyen meg, Urunk, a te akaratod mindenben. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk Jézus Krisztus megismerésében. Övé legyen a dicsőség most és örökkön örökké. Amen.